Ajándékkal érkezett az ünnepségre a város polgármestere. Cserpalkovics András szerint az elmúlt 30 év a bizonyítéka annak, hogy a Fehérvári Polgárok Egyesülete fontos szerepet tölt be Székesfehérvár életében. Számtalan olyan közösség van, amelyik miközben egymással az abban lévő emberek tartják a kapcsolatot, programokat szerveznek, közös ügyek mellett fölépnek, ezáltal a város egészét is közösségében erősítik. És ezen belül szerintem kiemelkedő jelentőségük van azoknak, akik valamilyen lokálpatrióta tevékenységet végeznek, ami abszolút kötődik Székesfehérvárhoz. Itt hagyományokat ápolnak, vagy maguk is hagyományokat teremtenek, és a Fehérvári Polgárok Egyesülete ezen belül is kiemelkedően fontos közösség, és 30. születésnapját ünnepli, 3 évtized pedig már nincs véletlenül. Az 1994-ben alakult szervezet azért jött létre, mert egy belvárosi lakóközösség egy ingatlant szeretett volna megvásárolni. Ezután az összefogás megmaradt, és olyan fontos ügyekben is hallatta a hangját, mint a nemzeti emlékhely ügye, a belvárosi forgalmi rend, vagy akár a piac működése az Alba Pláza építésekor. De számtalan városi program szervezői is, mint például a tojásfa díszítés, a Katalin vagy Márton nap, a zenélő kultúrudvar, vagy a kolbásztöltő fesztivál. Ha azt csinálod, amit szeretsz, az a szabadság, ha szereted, amit csinálsz, az a boldogság. Tehát ez a jelszavunk, és hát gyakorlatilag annyi a lényege, hogy a tagjaink feláldozzák a idejüket, a munkájukat, néha még a pénzüket is, és az önkéntesség nélkül ez nem működne ez a dolog, és szeretnénk a fiatalokat is bevonni ebbe az egészbe, tehát tulajdonképpen az egyesület jövőjét is látom már. A jubileumi eseményen zenés műsorokkal készültek a résztvevőknek, és a résztvevők is készültek meglepetéssel. Volt, aki saját költeményét hozta el az ünnepségre, de az egyesület elnökét is ajándékkal lepték meg.